Évadról évadra a közönség igényeire alapozva állítják össze a Karocsai Színház kínálta produkciókat, legyen szó bérletes vagy bérleten kívüli előadásokról. Így volt ez a 2019-2020-as évad őszi előadásainak kiválasztásakor is. A Karocsai Színház őszi évada október 12-én veszi kezdetét, méghozzá egy igazi klasszikussal, a Körúti Színház tolmácsolásában a Meseautó című musicalt fogják látni, ahol két vendégszínész is visszatér hozzánk, méghozzá Beleznai Endre és Gyebnár Csekka, akikkel már régebben találkozhatott a közönség, de most végre ismét a Karocsai Színház színpadán fognak fellépni. A következő darab novemberben szintén egy könnyed romantikus vígjáték lesz Kései találkozás címmel. Városunkban ugyanis ezeket a zenés előadásokat részesíti előnyben a közönség. A főszerepekben Jordán Tamás és Molnár Piroska lesz látható, őket nem is nagyon kell bemutatni, szerintem Kossuth és Jászai Maridia színészek, színésznők, a Halhatatlanok társulatának örökös tagjai, és az évadnak az utolsó előadása pedig szintén egy igazi klasszikus lesz, mégpedig a Lovagias ügy című vígjáték, ez pedig az Ente Ferenc Színház fogja bemutatni, a főszerepben pedig Koltai Róbert és Vándor Éva lesz látható. A bérletes előadásokon kívül lesz egy bérleten kívüli előadás is, ami egy nagy operett lesz, ez a Pesti Művész Színház tolmácsolásában a Luxemburg Grófja című operett, itt pedig a főszerepet Egyházi Géza fogja játszani. Az előadásokra hamarosan megkezdik majd a jegyek és bérletek árusítását is. Jegyek és bérletek változatlanul a Kalocsai TDM irodában vásárolhatók meg, már előjegyezhetők, de a konkrét vásárlás szeptember 3-ától lesz elérhető.